mint arról már korábban beszámoltunk. A Központi Statisztikai Hivatal október 1 és november 28-a között tartja Magyarország területén a népszámlálást. Első körben a lakosok önkéntes adatszolgáltatással teljesíthetik ezt a feladatot, így a számlálóbiztosok munkája október 17-én fog indulni. Mint kiderült, a munka eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt végrehajtó számlálóbiztosok, ezért még mindig várják Makón a jelentkezőket, amelyre összesen 64 személyre van szükség. Dr. Kruzslis Bodnár Gréta, a helyi népszámlálási felelős megosztott a stábunkkal, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelniük a jelentkezőknek. 18. életévet betöltöttnek kell lenni, valamint legalább középfokú iskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzenek. Ezen kívül mobiltelefonnal, e-mail címmel és valami saját elektronikai eszközzel kell rendelkezni, hiszen mielőtt a feladatukat elkezdik, előtte egy e-learning tananyagot el kell nekik végezni, ezt követően egy vizsgát tenni, majd a szerződéskötést követően pedig gyakorló kérdőíveket kell kitölteni. Kérdőív kitöltés minden esetben egy központilag biztosított tableten fog történni, ezért kell, hogy ismerjék ezeknek az eszközöknek a használatát a számlálóbiztosok. Olyan személyekre van szükségük, akik a kritériumoknak megfelelnek és pontosan tudják követni az előírásokat, valamint precízek és jó kapcsolatteremtő beszédkészséggel rendelkeznek. Továbbá arról is szó esett, hogy milyen feladatot kell majd elvégezniük. Mű ingatlanokat és az ingatlanokban élő személyeket kell felkeresni, címellenőrzést végezni, az ingatlanra vonatkozó kérdőíveket kitölteni, valamint minden személyre vonatkozóan kérdőívet kitölteni, aki az adott ingatlanban lakik. Nem bejelentett lakóhelyről van szó, hanem aki az adott ingatlanban lakik. Erre vonatkozóan a feladat volumenére egyelőre nem tudunk mit mondani. Átlagban 180-200 cím fog tartozni egy számlálóbiztoshoz. A jelentkezést elsősorban elektronikus úton, Makóváros önkormányzatának honlapján, az erre a célra kialakított regisztrációs felületen várják, de személyesen is eljuttathatják a regisztrációs lapot a makói polgármesteri hivatalba. Továbbá postai úton és e-mailben is jelezhetik szándékukat a feladatra. Dr. Kruzslis Bodnár Gréta a lakosokat arra kéri, hogy minden ingatlanon legyen feltüntetve a házszám. A további tudnivalókról szintén tájékoztatni fogják a lakosságot a médián és más platformokon keresztül is.